És gömbölyű fenekén sokkal jobban csúszik a habverő spirál. 6 evőkanál kukoricalisztet mérek ki egy kis tálkában, elkeverem a sütőport a liszttel, egy adag habot teszek az elkevert tojássárgájára, majd erre szórok egy kis lisztet. Ezt finoman elkeverem, és addig folytatom ezt a műveletet, amíg a 3 összetevőt, a tojássárgát, a tojásfehérjét és a lisztet megfelelően össze nem keverem. Azt gondolom, hogy 3 dologtól jó egy piskóta, a jó minőségű tojástól, hogy megfelelő ideig keverem, illetve velem fel a tojást és a tojásfehérjét, valamint nagyon figyelek az összekeverésnél arra, hogy óvatosan keverjem a hozzávalókat. Amikor elkeveredett a 3 összetevő, akkor a kivajazott és lisztezett torta formába öntöm. Előmelegített 160 fokos sütőbe helyezem, és fél óra 40 perc alatt sül készre. Elkészült a kukoricatorta tésztája, tovább ízesítem, citromfondánt készítek a tetejére. Fél deci, 1 deci közötti citromlevet porcukorral sűrű krémmé keverek. Először a torta tetejét finomra kikavart lekvárral kenem meg. Amit most használok, ez ribizli málna lekvár. És itt még nem hagyjuk abba az ízesítést, hanem egyszerű házi citromfondánnal vonom be. Szellős száraz helyre téve néhány óra alatt megszikkad a dekoráció. A többi kukoricás étellel ellentétben ez nem szárad meg néhány óra alatt, de azt gondolom, hogy a finom ízes miatt sem lenne erre lehetőség.